Az olasz kormányfő folytatja a közvetítést, hogy véget érjen a polgárháború Líbiában. Antonio Conte szombaton Rómában tárgyalt Fayez es-Sarraj-jal, az ENSZ által elismert líbiai kormány miniszterelnökével. Conte szerdán fogadta Khalifa Haftar tábornokot is, aki Líbia déli és keleti részét tartja ellenőrzése alatt. Közben az orosz elnök és a német kancellár is tárgyalt a líbiai válságról Moszkvában. Angela Merkel azt mondta Vlagyimir Putyinnak, reméli, hogy Oroszország és Törökország erőfeszítései sikeresek lesznek, és hamarosan megkezdődhetnek a líbiai béketárgyalások Berlinben. Az Európai Tanács elnöke Charles Michel Isztambulba látogatott, hogy megvitassa Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, miként lehetne rendezni a helyzetet Líbiában. Törökország és Oroszország szerdán tűzszünetet kezdeményezett, de azt a Khalifa Haftar tábornok vezette líbiai nemzeti hadsereg elutasította.